Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Szép jó estét kívánok! Viszonylag csendes hét van mögöttünk, legalábbis belpolitikailag. A civileket ugye még nem takarították ki, a Jobbik nem állt össze a baloldallal, és kivételesen az elmúlt 8 év gurította a nagyobbat, mert hogy ez a 76 milliárd forintos büntetéssel kecsegtető 4-es metró ügy fényesen rávilágított, mennyire nem szabad nosztalgiával gondolni az Orbán kormányok előtti időkre. De azért maradtak témák ma estére is, és akik leültek egymással vitázni, Kőházi Fankadeli Ferenc polihisztor. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Konok Péter történész publicista. Ahogy Jürgen Habermas is több ízben mondta, jó estét kívánok. Mészáros Imre, a Golymotoros Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntöm a nézőket, szervusztok. Vahorn András, művész. Jó estét kívánok. Puzsér Robert, független publicista. Jó estét. És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Viszont akkor hát, ha Vona Gábor meggyőz téged, mert hogy olyan szavakat mondott a Jobbik elnöke, vagy olyan gondolatokat, amire korábban nem biztos, hogy gondoltunk volna, hogy ez elő fog fordulni. A Reutersnak adott egy interjút, és a következőt mondta. A jövőben a Jobbik úgy tekint Izraelre, mint bármely más nemzetre. Izraelt lehet bírálni, épp úgy, mint Svédországot, de természetesen elismerjük az ország létezési jogát, identitását, és azt, hogy hangot adjon érdekeinek. Hát Vona Gábor most gesztusokat tesz a baloldalnak, ugye bemegy az RTL-be, amit nem olyan régen még fel akart perzselni és fel akart szórni sóval. Ugye mérsékelt konzervatívoknak is gesztusokat tesz. Közben azért gesztusokat tesz a nemzeti radikálisoknak is, ugye Torockai az alelnök. Tehát azért sokféle gesztus tesz. Ő egy Rorschach táblává próbál válni. Ugye a Rorschach tábla az olyan, hogyha ránézek, akkor hát az sokféle, az láthatok p***t, de láthatok pacát. Na most ez a Rorschach tábla, ez a vona, ez most olyan, hogy itt most mindenki sokkal inkább pacát lát jelenleg. Ez az élmény. Vona Gábor is kifejezetten habonyságban utazik. Igazából meg akarja úszni az identitást. Ő is szeretné a lehető legtöbb szavazatot becsatornázni, egy Orbánnál egy jobb projekciós felületté akar válni. És a helyzet az az, hogy lehet ebben látni a néppártosodást, meg a mérséklődést, én meg a szavazat maximalizálásnak a szándékát látom. Azt látom, hogy mindenki habonyságban utazik. Tehát a pillanatot kell uralni, a tudattalant kell uralni, az identitás az pedig egy nyűg, az elvek az egy nyűg, amit le kell vetni. És hogyha ez sikerül, és hogyha sikerül teljesen és tökéletesen levetni, vagy föl se venni, ahogy Habony Árpád föl se öltötte soha, akkor válik a párt, meg a politikus ilyen tökéletes projekciós felületté, és akkor beömlenek a szavazatok. Igen, tulajdonképpen szerintem ez jelenti azt, amiről beszélt, és ezt én teljesen aláírom, az 21. századi politizálás, elfelejtették, már elhagyták ezeket a nyűgöket, hogy ideológia, hogy értékrendszer, ezek nem kellenek. Most már itt valóban az megy, amiről beszélsz, hogy adunk egy képet, és mindenki azt lát bele, amit akar, és minél több ember tudunk rávenni arra, hogy valamit lássanak bele a mi képünkbe, annál jobban jártunk. Maradjunk a Imre, mert az előbb is próbáltam. Maradjunk a hasonlatnál. Én úgy látom, hogy ez a tűz és víz az esete forog fönn. Elképzelhetetlennek tartom mind a baloldallal a Jobbik összefogása, meg ez a Hanuka üdvözlet. Lehet gesztust adni, meg a másiknak meg el kellene, illene fogadni. De hát van egy világfájdalom bennük, ezt valljuk be, tudom, hogy nem fog tetszeni sokaknak, de ez tény. Ettől kezdve szerintem, amit a Robi is mondott, hogy maximalizálni akarják a szavazatokat, oké, de az emberek, még egyszer mondom, nem hülyék. És ha visszamegyünk a történelembe, annak idején Sztálin és Hitler is megállapodott, aztán mi lett belőle? Szerintem még azért visszatérnék oda, hogy igen nagy hiba volt visszautasítani ezt az üdvözletet, és nem elmenni a kerekasztal beszélgetésre. Pontosan azért, amit eddig az előbb mondtatok, ha valakivel nem beszélgetünk, arról sok mindent elképzelhetünk, de nagyon keveset tudhatunk meg. Tehát egy beszélgetés az mindig jobb mindennél, még akkor is, hogyha nem bízunk benne, sőt, minél kevesebb, hogy is mondjam csak, két oldalú ez. Az egyik az, hogyha eleve visszautasítunk valamit, csak még több feszültséget szülünk benne ebben. Másrészt pedig
tovább fokozzuk azokat a félelmeket, ami a nem ismerésből fakad. Csak ezt akartam mondani. Én azt gondolom, hogy ez az édesapa, aki a Tórát szorongatta, meg kiabált veled, meg az az édesanya, aki nem akarta, hogy a lánya az nem zsidó kölyökkel randizzon, nem gondolom, hogy kifejezetten reprezentálnák a hazai zsidóságot. Nyilvánvalóan létezik ez a jelenség, de én azt gondolom, hogy a hazai zsidóság nagy részében ez a fajta származásbeli elkülönülés, ez azért nem jellemző. Én értem is mondtam, én egy példát mondom, jó, a rasszizmus és a fajgyűlölet szó. Egyrészt másrészt pedig a gazella, meg a, melyik volt a másik állat, amit említettél? A róka, meg a gazella, ezek különböző fajú állatok. Tehát ezek állatfajok. Na most a zsidó, meg a nem zsidó, meg a bármilyen egyéb származású, ezek legfeljebb emberfajták. Most az állat, hát, ez is fontos tehát, lenne, de ezeket ne, de ne, hogy mondjam, tehát az, hogy a róka kölyköt neveli, a gazella kölyköt neveli, ezek természetes dolgok az állatvilágban. Az emberek világában a homo sapiens sapiens az egy faj. Tehát az egy faj, ami azon belül elkülönülés, az nem olyan módon a természet része, ahogyan az Darwin annak idején leírta a fajok eredetét. Van egy olyan érzés, hogy picit most elkezd majd félremenni a beszélgetés. Hát ez nagyon félrement, hát még a rosszomból is, hát te nem a szomszédnak a gyerekével foglalkozol. Na de azért... Tehát azért mondom, hogy ezt aztán árnyalhatjuk, de hát... Azért én ezt valamire mondtam példának, tehát, hogy ennyire piszik, azért ne legyünk már. Egy rövid megjegyzés. Nem menjünk bele ebbe az irányba, jó? Nagyon rövid. Félek a rövid megjegyzés. Előítéletes vagy, látod? Nem, gyakorlat tapasztalan. Igen? Gyakorlat. Mondjál egy példát. Nem, ez vicc volt, szóval. De hogy érzékeltesem a Robira, csak annyit tennék hozzá. Nekünk rengeteg gondunk volt, ugye ezt nem kell lecsatálnám, nem is megyek bele. Viszont van, mind a mai napig van egy olyan társadalmi szervezet, zsidó szervezet, amíg az alapító okiratába leírja, hogy már pedig len, hogy kell házasodni, tartsunk össze, stb. Tehát akkor már itt csatlakoznék, hogy véletlenül ott is megvan ez a rasszizmus, ahogy tetszik. Csak miért nem merjük kimondani? De ez annyira tréfás, elkezdtem beszélni a Jobbikról, hogy az a téma, és akkor elkezdtek beszélni a zsidó úgynevezett rasszizmusáról, az ország legismertebb rabbija, a fajgyűlölet szó helyett az első sorába rögtön a rasszizmussal jött. Jaj, bocsánat, gond, először is figyelj. Tehát ha valami gond a közbeszédben, akkor mondjuk ez gond. A közbeszédben mindeneket az a gond, hogy egy csomó ember megjelenik a közben, aki a saját személyes démonaival, csalódottságával... Most ebből komolyan ki fogjuk hozni azt, hogy én náci lettem, mert azzal a lányon nem járattam. Most figyelj ide! Egyébként figyelj ide! Igen, komolyan azt fogom mondani, hogy semmi köze a magyar közéletnek, és nekem se ahhoz, hogy téged még mindig az zavar, hogy egy zsidó lány eldobott a szüleivet. Megvan a maga oka arra, amit képzel. Bármit is képzel a világból. Ez az ember most elmondta az ő véleményét, amit alá is támasztott a saját élményével. És ez természetes, mert minden ember a saját élményei során szűri le az életében azokat a tapasztalatokat, hogy kihöz vonzódik és kihöz nem vonzódik. Előítéletek alakulnak ki, de ez természetes, mint ahogy a tűzbe se nyúlsz bele, mert előítéletes vagy, hogy majd megéged. De hogyha valaki mond bármit is, azt nehogy már lehülyézd, és ne beszélj vele, kérlek szépen, indulatosan, hanem kedvesen, és örülj neki, hogy megnyílt és elmondta a véleményét, mert erre van ez a műsor. Na. Kedves András, most, hogy indulattalanul elmondtad a véleményedet, nagyon kedvesen szóltál hozzám, ha megengednéd, befejezem. Tehát az, hogy az ember az saját személyes sorsában milyen élményekkel küzd meg, és milyen démonai vannak, az ő dolga. Ha kilép a közösség elé, az emberek elé, a gyerekek elé, annyit azért lehet tudni, hogy az ember életében egyébként sok egyéb élmény is bejön, és hogyha a koszon kívül ragad még már valami, akkor azt is tudja egyébként minden személyes élmény nélkül, hogy az, hogy egyébként a csajozós életében milyen szempontok voltak különböző családok tekintetében, és a különböző családok hogy tekintettek rá,
fajra, vallásra, hitre, szociális helyzetre való tekintet nélkül, ebben a társadalomban, ahol annak irodalom, álltak egy polihosztónak, ezt azért kéne tudni, hogy a kisparaszt a nagyparaszttal nem, a nagyparaszt a kisparaszttal nem, és a többi, és a többi. Mondták, és itt most a kérdés ott vetődött föl, hogy egy párt elnöke és egy párt. Nem az én személyes sorsom, de egyébként még hogyha lett volna valami bármiféle atrocitás, akkor is. Nem az én személyes sorsom az érdekes, felelős is vagyok. Nem azért vagyok itt öregem, hogy elmondjam, hogy engem hogy meghurcoltak és hogy megüldöztek, hanem hogy valami épelmény szintézist javasoljak a közönségnek. Itt egy pártról van szó, és egy párt elnökéről, egy közösségről, melynek ez a vezetője éppen egy rabbi. Képviselnek valamit. Azért ahhoz, hogy az a szituáció, az a pszichológiai légkör létrejöjjön ebben az országban, ami létrejött, felbátorítva, építve ezekre a személyes hangulatokra, sértődöttségekre, és nem tudom micsodákra, bár azért abban van egy pici kis, hogy is mondjam, irónia, hogy ugye a igen tisztelt polihisztor úr a személyes áldozatiságáról beszélt, és ennek nevében egyébként 600 ezer vagy a magyar zsidóság tömegét ítéli meg, akik aztán ebben a történetben tényleg áldozatok voltak, hogy a többség hogy csinál magával áldozatot a kisebbséggel szemben, azért mondjuk ez a világ vicce, és egyelőre 600 ezeren onnan mentek a gázból, zárójel bezárva. Csak azt akarom kinyögni, hogy akik közösségért felelősök, azok nem egyszerűen a saját démonaikat kell, hogy ott nem produkálják. Én azt gondolom, nagyon örülök neki, hogy Vala Gábor hanukai üdvözletet, tehát még hogyha lehet, hogy ez Vala Gábornak most nem hoz feltétlenül jó pontokat a Jobbikban. Nagyon örülök annak a ténynek, hogy ez a hang megszólalt. Örülök neki, ha mondjuk az ország esetlegesen lehetséges miniszterelnöke, vagy a Jobbik úgy ítéli meg, hogy ezt a hangvételt és ezt a gondolatiságot meg kell fogadni, és mint egy ilyen értelemben meg is kell tagadnia, a múltját le kell szakadnia arról a mérhetetlenül gonosz gondolatiságról, ami azért ottan termelődött elég rendesen. Az, hogy ettől rögtön ájulatban nem esik Köves Lomó, vagy mondjuk a zsidóság, azt én szintén teljesen természetesnek gondolom. Áldozati szerepben vagynak, ha magyarok is szeretném elmondani, drága Imre, mondjuk például Erdélyben, mondjuk például Felvidéken. Magyarországon. Befejezheti? Ó, te szegény üldözött Mészáros Imre. Hát a pofám leszakadt tényleg, és a szívem szakadt meg. Van valakinek itt papír zsebkendője? Zokogjunk már együtt, Mészáros Imre, áldozati mi voltál. Ennél fontosabb nincsen most ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, mert ezekkel az érzésekkel, amik e körül vannak, pártok nyerhetnek választásokat. Aztán elfelejthetik, elrakhatják, majd valaki más előveszi. És e körül nagyon-nagyon sok minden meg. A következő témánk az pedig az lenne, hogy végre van egy mozgalom, amelyik rájött, hogyha budapesti olimpiáról szeretnének népszavazást kiíratni, akkor azt Budapesten kell megtenni, mert ugye eddig az összes kezdeményezés azon hasalt el, hogy országos népszavazást akartak, de láss csodát, működik a dolog. Momentum mozgalom budapesti népszavazás kezdeményezett, és csütörtöktől már gyűjthetik is az aláírásokat. Egyébként elég szigorúak a feltételek, 4 hét alatt 140 ezer fővárosi érvényes aláírására lenne szükség. Civil szervezet szerűségről van szó, néhány fiatalról leginkább. Szerintetek lesz ebből valami? Hát momentán 4 hét alatt ennyi aláírást szinte lehetetlen összegyűjteni. Nekem az az egésszel a gondom, hogy végre tényleg van egy olyan agenda, amire össze lehet trombitálni embereket. Azért azt nagyon jól látjuk, hogy miért nem írtak ki nemzeti konzultációt, ne hagyj Isten népszavazást az olimpia kérdéséről, mert hogy ugye ez elég világosan láthatóan nagyobb arányban utasítják el az emberek az olimpia ötletét, mint ahányan támogatják. Tehát ilyen szempontból szerintem tök jó ötlet erre szervezni valamit. Engem majd egy kicsit zavar, hogy aztán elolvasgattam ezeket az interjúkat, főleg ugye, ami az átlátszón volt, és azt láttam, hogy az egész nem szól másról, csak erről. Tehát bármilyen egyéb kérdés merült fel, hogy mit gondoltak erről, mit gondoltak arról, ugye az előkerült, hogy politikai pártá akarnak, vagy legalábbis erősen hajlanak rá, hogy majdan politikai pártá szerveződjenek, de igazából nem volt semmi válasz, illetve annyi, hogy az olimpiát elvileg azt ugye kedveljük, meg elfogadjuk, csak hát nem
a kiírt időpontban, mert rettenetes a gazdaság helyzete, ezzel teljesen egyetértek. Az például fel sem merült egy olimpiát kritizáló, vagy olimpiával szembeni mozgalomnál, hogy magát az olimpiát például elemezzék, hogy mi szükség olimpiára, illetve mi maga az olimpia, a fogyasztás egyik temploma és annak az ideológiának egy ilyen segédeszköze, amit egyébként minket itt eláraszt. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy rettenetesen nerellenes vagyok, meg rendszerellenes vagyok, egy minimális rendszer szintű kritikát szerintem ez is megérdemelt volna. Viszont az tény, hogy mondjam, csak az ilyen szerveződésekben és csak az ilyen adhok jellegből valamilyen módon kinövő közösségekben lehet szerintem alternatíva. Én egy kicsit aggódom persze a pártáválástól, és nem értem, hogy tényleg már miért merül fel azonnal bármilyen civil szerveződésben az, hogy akkor majd egyszer mi is bejutunk a parlamentbe, és majd akkor mi sokkal jobbak leszünk, de én minden esetre alá fogom írni. Nem hiszek abban, hogy ez bármit is el fog érni. Az, hogy legyen olimpia, vagy ne legyen olimpia, ez többek között gazdasági kérdése, igazolna Péternek. Tehát lehet, hogy nem érett még rá az ország, hogy ebbe az időszakba olimpiát rendezzünk. Hogy ez az aláírás gyűjtősdi, ebből mi lesz? Ezt én magam sem tudom megmondani, de csatlakozom a Péterhez, ő aláírja, én nem. És ha majd eljön az idő, hogy szavazni kell erről, majd akkor én eldöntöm. De én elmegyek szavazni, nem úgy, mint egyes korcs magyarok. Belerokkan az ország, hogyha megrendezi az olimpiát, de ezt az összeget el lehet lopni. Egy kis külpolitikával folytassuk, mert hogy örülhetnek, akik Donald Trump elnökségétől ilyen izgalmas időszakot vártak, mert úgy tűnik, hogy az amerikai, megválasztott amerikai elnök hozza a formát, és hát már is beletenyerelt a világ politikai lecsóba. Például összerúgta a port Kínával, Tajvan miatt, aztán kijelentett, hogy az a NATO egy elavult valami, hogy az Európai Unió szét fog esni, és ugye a németekkel is rosszba került, leginkább az autógyártás miatt. Szerintetek mit várhatunk még? Milyen világ köszönt ránk Donald? Amikor Donald Trump beszól Angela Merkelnek, hogy milyen rosszul kezelte a migrációt, amiben történetesen Donald Trumpnak szerintem igaza van, akkor szerintem nagyon visszatetsző, hogy pont azok, akik nem olyan régen még tiltakoztak, amikor a nagyhatalom beleszól egy szuverén országnak a belügyeibe, azok most tapsolnak, azok most ünnepelnek, nocsak. Hát akkor már nem olyan fontos a szuverenitás? Tehát, hogy amikor a nagyhatalomnak az erős embere az valami olyasmit szól be, amit nekünk tetszik, akkor már nem kell a szuverenitás? Akkor már örülünk? Akkor már ünnepelünk? De amikor még nem olyan régen az emberi jogokra vonatkozóan szólogatott be, mondjuk éppen Magyarországnak, akkor hát azt kikértük magunknak, és hát akkor ragaszkodtunk a szuverenitásunkhoz. És itt is azt érzem, hogy ez a teljes elvtelenség. Mindenki úgy működik, mintha tőzsdén lenne. És teljesen mindegy, hogy pénzről van szó, javakról van szó, vagy eszmékről van szó. Hogyha esnek a részvények, akkor jön a pánik, hogyha emelkednek a részvények, akkor meg jön a kapzsiság. És kapzsiság, pánik. És ez a kettő az, ami uralja a közbeszédet, a köznyilvánosságot, a közgondolkodást. Most éppen fölfelé mennek a részvények, tehát kapzsiság, hajrá Trump. De abban a pillanatban, hogy a Trump valami olyasmit fog mondani, ami nekünk nem tetszik, rögtön pánik, kétségbeesés. Mit képzel? Hogy beleszól a szuverenitásunkba? És ez nagyon visszatetsző. Én szerintem meg szóljon bele. Igen, szóljon bele. De ne csak akkor fogadjuk el, hogy beleszól, amikor éppen nekünk tetszőt mond. Teljesen igazad van. Megjegyzem, a pénteken, ha jól tudom, pénteken lesz Trump melletti tüntetés, meg ellene is itt Magyarországon. Ez is pont alátámasztja, amit mondasz. Beiktatási buli. Igen, beiktatási buli. Közben... És még hatalomra sem került. Kiderült, hogy úszik a adósságban a Magyar Szocialista Párt, az MSZP tartozása elérte az 1,2 milliárd forintot. Egyébként, hogy mire ment el ez a pénz, azt így a párt teljesítmény alapján nem nagyon tudom még csak megtippelni se. De minden eset próbáljunk segíteni a szocialisták. Ha menjenek közmunkába, ebben gyakorlatuk van. Ez volt a Szabadfogás. Köszönjük a figyelmet. Jövő hét szerdán ismét várjuk Önöket.